Az Ukrajnában zajló események az európai, az afrikai és az ázsiai lakosság megélhetését is veszélyeztetik. Azokét, akiknek ellátása a Fekete-tengeri régió hatalmas, termékeny termőföldjeire támaszkodik. Az ukrán gazdák vagy menekülnek, vagy harcolnak, vagy próbálják házaikat megóvni a fosztogatóktól. A búzát és más élelmiszer alapanyagokat világszerte szállító kikötők leálltak, a nyugati szankciók pedig Oroszország, a másik mezőgazdasági nagyhatalom hatalom exportját is felboríthatják. A búza nagyjából 80%-át Ukrajnából importáljuk. Libanon évente 6200-6300 tonna búzát fogyaszt. Természetesen minket is érint a válság. A háború kezdetétől fogva tárgyalunk a gazdasági miniszterrel, a miniszterelnökkel, a jegybankelnökkel, hogy találjunk egy új mechanizmust, hogy alternatívákat találjunk az olyan országokból származó import helyett, mint Románia, Szerbia, Magyarország és Bulgária, mondta Ahmed Hoteit a libanoni búzaimportőrök szindikátusának vezetője. Arif Huszáin a program vezető közgazdásza hangsúlyozta, a konfliktus Ukrajna és Oroszország között nem légüres térben zajlik. Már így is több háborúval, konfliktussal, éghajlati válsággal, a Covid gazdasági hatásaival van dolgunk bizonyos helyeken, a hideggel, a költségek súlyosbodásával, mivel a gabona és az olajára már így is emelkedik. Ez most a legrosszabb kor jött, mondta. Oroszország és Ukrajna együttesen a világ búza és árpa exportjának harmadát adja. Ukrajna a világ ötödik legnagyobb búza exportőre, az ENSZ szerint 10%-os globális piaci részesedéssel. A háború pont abban az időszakban csökkentheti az élelmiszer kínálatot, amikor az árak 2011 óta amúgy is a legmagasabb szinten vannak.